Mit érdemes tudni a szklerotínia fertőzésekről? A szklerotínia kitartó képletei akár húsz éven át is ugrásra készen várják a talajban tápnövényüket, amely leginkább napraforgó, repce vagy szója lehet. A talajmunkálatokkal ezt a mélyebb rétegekbe is beforgathatjuk, illetve a mélyebb rétegből a felszín közelébe is kerülhetnek. Az elsődleges szártőfertőzés a szkleróciumokból serkenő micéliumokkal indul. Ahogy ezek a gyökérzettel érintkeznek, kialakul a fertőzés. A fehér penész megjelenik a szár szártövön. A későbbiekben a szár egyéb részein is feltűnik a betegség. Melegebb, nyírkosabb időben a másodlagos fertőzés is megjelenhet, amikor a szkleróciumok apotíciumokat növesztenek a talajfelszín irányába. Ezután aszkospórákat szórnak, melyeket a szél szállíthat az egészséges napraforgó állományokra. A spórák a növények levéltövein virágzatában telepednek meg, melyben a virágpor és a szirmok nyújtanak segítséget neki. Ezzel kialakul a másodlagos fertőzés. A fertőzés és a fehérpenész tovább terjed, így a növény szállító szövete elhal, a növény elpusztul és kidől. A Trifender Pro-val környezetkímélő módokon védekezhetünk a szklerotínia ellen. A Trifender Pro-t a föld felületére kell permetezni, majd kombinátorral bedolgozni. A Trifender Pro rendkívül magas 110 millió per gram, az a 110 milliárd per hektár spóra számának köszönhetően rendkívül gyorsan felszaporodik, így kolonizálja a talajt. A T34-es törzs egy rendkívül agresszív válfaja a trihodermáknak, ezért hatékonyan bontja le a káros patogén gombákat, így a szklerotíniát is. A trihoderma, amikor találkozik a gyökérrel gombatámadási vészjelzést generálva, stimulálja a növény immunrendszerét anélkül, hogy károsítaná azt. Mindeközben a talajban lévő cellulózt is lebontja, a tápanyagokat a növény által felvehetővé teszi. A patogének hiányában a napraforgó jobban fejlődik. Nagyobb, ezer kaszat tömeget terem, egyben magasabb olajtartalmat biztosítva ezzel. Trifender Pro T34-es trihaderma Nincs nála harapósabb.